B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. A műsor támogatója, a Herbaclass termékek gyártója, a Herbafarm Kft. Ízületi negyed, Fejfájás utca, Betegségfalva, Akut sugárút, Krónikus körút, Gyulladás híd, Túlsúlyos sugárút, Gyógyulás körút, Egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Köszöntöm nézőinket! Miért van szükségünk az étrend kiegészítőkre? Többek között erről beszélgetünk Hajtó János professzorral, valamint Csollány Szilveszterrel, akit szerintem nagyon sokan ismernek nézőink közül, hiszen ugye olimpiai bajnok, világbajnok, Európa bajnok, tornász vagy, és én azt gondolom, hogy most is foglalkozol a sporttal, mert azt nem lehet csak úgy abba hagyni. Sporttal mindig is foglalkoztam, saját magammal is foglalkozok, tehát járok futni, erősíteni, emellett pedig edzéseket tartok, és tanítok a Szombathelyi Egyetemen külsős oktatóként tornát. És azért azt is áruljuk el, hogy most nem elsősorban azért ülsz itt, bár az is érdekes, hogy hogyan alakult az életed, mióta megnyerted ezeket a versenyeket, de azért, mert egy étrend kiegészítőkkel foglalkozó cég arca vagy, vagy nagykövete vagy. Miért fontos ez neked, Szilveszter? Én úgy gondolom, hogy a pályafutásom alatt is rengeteget foglalkoztam azzal, hogy egy sikerhez mi a legcélszerűbb út, mi kell hozzá, tehát nem csak maga az edzések, az edzői intelmek, a szerencse, az akaraterő és egyebek, tehát felsoroltnám mindent, hanem nagyon fontos az, hogy hogyan táplálkoztunk. Nagyon fontos volt az, hogy milyen táplálékkiegészítőket használtunk, mi az, ami segít, hogy jobban regeneráljon az ember izomzatra, az immunrendszerre, hogy téli időszakban az ember ne legyen beteg, ne fázzon meg, tudjunk egyfolytában edzeni, hogyha megsérültünk, akkor minél hamarabb vissza tudjunk menni a terembe edzeni, és ezeket pedig táplálékkiegészítőkkel tudtuk megoldani. Nagyon sokat foglalkoztam ezzel, próbáltam megkeresni mindig a legjobbat, ami az én testemnek, az én szervezetemnek volt tökéletes, és úgy gondolom, hogy amióta mi együtt dolgozunk, megint csak azt mondom, hogy egy új termékkel ismerkedtem meg, nagyon jót tett a szervezetemnek, és megmondom őszintén, hogyha valaki valami jót tud, ismer a közelében, akkor mindig tovább adja a másik embernek, és úgy gondolom, hogy a bűn, hogyha én ezt nem mondom el a másik embernek, hogy nekem ez jót tett, ezzel egészségesebb vagyok, fittebb vagyok, jobban érzem magam, jobban megy az edzés, nem vagyok allergiás. A másik dolog pedig az, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy én minél többet legyek együtt a családommal, minél hosszabb ideig éljek egészségben, fitten. Jó életminőségben. Jó életminőségben, ami nagyon-nagyon fontos, és ahhoz sajnos a mai világban a táplálékkiegészítők nagyon-nagyon fontosak, mert azok a táplálékok, amit megveszünk a boltban, az élelmiszerek, azokban nincs annyi tápanyag, vitamin, aminósav és egyebek, ami nekem szükségem van, tehát ki kell egészítenem. Tehát akkor Csollány Szilveszter letette a voksát, ugye az volt a kérdésem, hogy szükségünk van-e az étrend kiegészítőkre. Te oda raktad, hogy igen. És én biztos vagyok abban, hogy Hajtó János professzor, aki nem mellesleg 26 évet töltött Edinburgh-ban a Skóciai Egyetemen, szintén azt fogja mondani, hogy igen. Igen, természetesen igen. Már csak azért is, ha már Szilveszter a sporttal kezdte, én is elmondhatnám, hogy el is mondom, hogy világéletemben, mint máig, 72 éves koromban is, rendszeresen foglalkozom sporttal, amatőr módon. Hát a kezdetek kezdetén ifjúsági kardvívó bajnok voltam Magyarországon, ezt később abba hagytam, de a sport iránti szeretet aztán átment a rendszeres kerékpározásba, úszásba, Skóciában, ahogy említetted, a hegymászásba, és mind máig a kedvenc sportjaim a kerékpározás és a gyaloglás.
Én egyébként szakmailag akartalak bemutatni, de ami késik jön, de annak mindenféleképpen örülök, hogy most a sportpályafutásodat, hogy ugye az egészséges életmódhoz a sport is hozzátartozik, ezt most itt reprezentáltad nézőink számára. Ugye miután te hazajöttél, és azért azt is tegyük hozzá, hogy amennyire én tudom, te fizika, kémia, biológia ezeken a területeken vagy otthon, tehát nyilván az élettudományok kiváló ismerője lehetsz. Amikor te hazajöttél Edinburgh-ból, akkor feltételezem, hogy nem azonnal az étrend kiegészítőkbe vetetted be magadat, hanem volt még valamilyen kanyar. Igen, igazából azt hozzátehetem, hogy 2006-ban tértem vissza Magyarországról, egyéni meghívás alapján. A Bajz Vagyis Zoltán, Magyarországra, igen. Kociából Magyarországra, igen. Egyéni meghívás alapján a Bajz Zoltán alkalmazott kutatói intézménynek a főigazgatójaként. És ebben a minőségemben az volt a feladat, hogy 3 új intézetet hozzak létre az alapítvány, az alkalmazott kutatói alapítvány részeként, mint nanotechnológia, mint ipari informatika és biológia intézetet. És természetesen ennek az intézeteknek a létrehozása Szegeden a biológiai kutató, Miskolcon a nanotechnológia, Budapesten a ipari elektronika. Ezek során, főleg a Szegedi Biológiai Központ fejlesztésével kapcsolatban, hát elég szoros kapcsolatba kerültem az élettudományokkal. Tulajdonképpen egy a válasz ezekre. A élettani szempontból a fizikai, a kémiai és a biológiai tudományok az alapokban egy közös téma felé konvergálnak, mégpedig atomi, molekuláris szinten a biológiai folyamatot mind fizikai, mind kémiai alapokkal írhatók le. És itt a kapcsolat. Igen. Szilveszter már szóba hozta az élelmiszereket, ugye, hogy mennyire fontos az, hogy mondjuk nagyanyáink, meg ők nagyanyáink idején milyen élelmiszerekhez jutottunk hozzá. És nekem közben eszembe jutott annak idején, a Kossuth Rádióban csináltam egy éjszakai műsort, aminek a témája az volt, hogy Genghis Khan idején nem voltak orvosok a mongoloknál, hanem a főző ember, a szakács volt tulajdonképpen az orvos, mert hogy ők ételekkel gyógyítottak, mert akkor azok még olyan ételek voltak. És pontosan tudták, hogy ha valakinek mondjuk tüdőgyulladása van, vagy éppen alvászavara van, vagy mozgásszervi megbetegedései, akkor mit kell neki adni? Sőt, azt a zöldséget, gyümölcsöt milyen színárnyalatban, tehát hogy elképesztő tudásuk volt. Na most én attól félek, hogy a mai élelmiszerekre éppen az intenzív mezőgazdaság, meg éppen az emberi civilizáció miatt, meg azzal, amit és ahogy a Földdel csinálunk, nem mondhatjuk el azt, hogy annyira gyógyítanak, mint amennyire annak idején, és valószínűleg éppen ezért kellenek ezek a makro, mikroanyagok, vitaminok, mindenfélék, amik az étrendkiegészítőkben vannak. Te ezt hogy látod, professzor úr? Én egyetértek veled. Már nem, hogy egyetértek veled, hanem aktívan is részt vettem az étrendkiegészítő táplálkozási kiegészítő anyagoknak, az úgynevezett funkcionális élelmiszereknek az oktatásában a budapesti Kodolányi János Egyetemen több mint 3 évig. És pontosan az a felismerés, az, amit már kínaiak 2000 évvel ezelőtt, vagy talán 3000 évvel ezelőtt is tudtak, hogy az, hogy milyen az étrended, az nagy mértékben meghatározza az egészségedet vagy a betegségedet több mint 70-80%-ban. Tehát a táplálkozás és az egészségvédelem között már nagyon régóta fennáll ez a kapcsolat, és nagyon régóta van rá tapasztalat. Szabad ne felejtsd, ha jól emlékszem, a középkorból származik az az angol mondás, hogy az leszel, amit megeszel. Ez így van pontosan. És tulajdonképpen ez a lényege éppen, hiszen ha mi tudatosan táplálkozunk, ez a modern felfogás most már, ugye az orvosi és az élettudományok nagyon sokat fejlődtek természetesen a kínai császári birodalmak alapítása óta. Tulajdonképpen a lényeg az, hogy
tudatosan kellene táplálkoznunk. Ahogy említetted, a vitaminok, a mikro, a makroelemek, és a táplálékunkban, főleg növényekben, gyógynövényekben található különleges molekulák, hatóanyagoknak a bevitele, ami egészségvédő funkciókat, gyulladásgátló funkciókat, immunerősítő funkciókat lát el. Ezt a megfelelő módon előkészített táplálékkal vagy táplálék kiegészítőkkel biztosítsuk. Ez lenne az ideális állapot. Tulajdonképpen látni ezt azért a világnak a sok részén, például a kaukázusi hegyi lakók, hegyi pásztorok, ez egy kedvenc példám, nagyon magas életet élnek meg, és igazán nagyon egészséges életet élnek, ezért van a hosszú élettartam, mert a tiszta levegő környezetben élnek, tiszta vizet fogyasztanak, és megvan a sportjuk, hogy lefelsétálnak a hegyen a birkák után, és tulajdonképpen ez persze most egy egyszerűsített példa volt, de a helyes táplálkozást a fizikai aktivitással kell összekombinálni. Gondolom, ez egy jó példa mellettül. A szilveszter. Csollán szilveszter úr, ugye, hagyja ki. Igen. Igen, hát nyilván, hogy mondtattam, a mai napig sportolsz. És abszolút, ugye, és nem is fogom abba hagyni. És a mai napig az immunrendszeredet erősíted. És azt sem fogod abba hagyni. Hál' Istennek, hogy 22 év után most elmondhatom azt, hogy elmúlt a allergiám. Az tehát, igen. Tehát biztos vagyok benne, hogy... Állj már meg egy baráti szóra. Orvos mulasztott el, vagy pedig te mulasztottad el magadnak valamilyen étrendkiegészítővel? Étrendkiegészítővel. Igen. Tehát 22 éven keresztül fújtam magam ilyen szteroidos ósprével, uh-huh. Tablettákat vettem be. Attól függetlenül, hogy szedtem étrendkiegészítőket, tehát mindig is figyeltem rá, de most találkoztam azzal a termékkel, ami olyat tett az én szervezetemmel, hogy tulajdonképpen megszüntette. Egyébként most vissza, ugye, mert hogy szilveszternek adtad a szót, de én visszakanyarodok a hosszú élet meg ahhoz a példához, amit te felhoztál. Én annyira biztos voltam benne, hogy ez szóba fog kerülni, hogy az emberek hol élnek a legtovább, hogy én ezt megnéztem, mert akkor úgy gondoltam, hogy üljek már itt veletek szembe, felkészültem. Igen. És akkor most most viszont megkérdezem tőletek, hogy ugye egy példát már hallottunk a professzor úrtól, hogy szerintetek melyik országban élnek a legtovább az emberek a világon? Világon, mint ország? Uh-huh. Hát igen. Tudod, hogy szerint... De területet is mondhatsz. Japánban élen. Majdnem. Japánban élen állnak. Szilveszter, neked mi a tipped? Ázsia felé megyek én is, tehát én Kínába gondolkodtam, hogy talán ott annyira fejlett lehet ez a táplálékkiegészítők, a gyógynövények és ezeknek a használata, hogy talán ott lehet a leghosszabb az élet. De gondolom, hogy nem ennyire egyszerű a dolog. Nem. És azt azért ne felejtsétek, hogy ugye Japánban volt egy atomrobbanás, tehát az azért visszavetette. Az átlag életkort, az sajnos. Na, akkor én most mondom a tutit ezek után, Monaco. Ugye Monaco 2 négyzetkilométernyi maga az egész terület, és ott olyan 37 ezer ember él dúlván, mint amennyi egy Szigetszentmiklósnyi lakosság. És ugye mondom a pontos számot, mert ez nekem rendkívüli módon tetszett. 2017-es elemzés alapján a születéstől várható átlagos élettartam Monacóban a legmagasabb a Földön, egészen pontosan 89,4 év. Ez 4 évvel több, mint a második helyezett Japán, ahol 85,3 év az átlag. És ugye nyilván ebben benne van a stresszmentes élet, a fantasztikus napsütéses órák, napsütéses napok száma, hiszen több mint 300 nap telik napsütésbe, és akkor jön a D-vitamin is hozzá, mint tudjuk. Benne van a minőségi étel és a minőségi italfogyasztás, mert hogy ott ugye nincsen intenzív mezőgazdasággal tönkretéve a talaj, és hát ne feledkezzünk meg arról sem, hogy benne van a minimális adó, tehát az embereknek nem kell azon stresszelni, hogy most kifizetem, nem fizetem, le tudom tenni az asztalra, hát nem tudom, mert így alakul az életük. De hát végül is ugye a táplálkozás az nagyon-nagyon-nagyon fontos. Én egyet értek vele, talán egyet tennék hozzá,
hogy így mondod, egyáltalán nem meglepő a Monaco helyzet, meg magas az életszínvonal. Viszonylag kevés a lakosság száma, és Monaco ismert arról, hogy oda szeretnek gazdag emberek költözni. Igen. Életszínvonal is egy fontos tényező. Igen. Szóval azt gondolom, hogy most már nagyon megalapoztuk azt, hogy azért egy olyan világban élünk, ahol csak a minőségi élelmiszerek, fogalmazunk így, segítségével tudjuk megőrizni az egészségünket, de hát ez nincs mindenhol, mint tudjuk. Tehát jöjjenek az étrendkiegészítők. És ugye te most mindketten, te mint az arca a cégnek, te mint az igazgatója. Igen. Egy olyan céget képviseltek, amelyik nem az ország, már most Magyarországról beszélek, nem az ország leggazdagabb vidékein ad az embereknek munkát. Tehát én azt tételezem fel, hogy ti azért valamennyire lokálpatrióták is vagytok, professzor úr. Hát én mondhatom, hogy lokálpatrióta vagyok, hiszen 26 év nagy-britanniai munka és élet után visszajöttem Magyarországra. Pontosan ezért, amit említettél, hogy ne csak az agy elszívásba vegyek részt, hanem az angol nyelven van egy szép kifejezés erre, a brain gain, az agynak nehéz lefordítani magyarul, de az agy jövedék. Tehát van egy agy elszívás. Igen, és akkor utána az agynak valahogy a visszatérése. Az agynak a visszatérése. Na ez a tulajdonképpen én szerettem volna visszatenni valamit abból, amit Magyarországról kaptam, magasfokú egyetemi képzés Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományi Egyetemen, magasfokú doktorandusz képzés a Budapesti Központi Fizikai Kutatóintézetbe, és miután ezek alapján, elvégzett munkáim alapján egyéni meghívásként kikerültem Edinburgh Egyetemre, Skóciába. Nyugdíjba menetelemkor, ez 64 éves koromban, úgy gondoltam, hogy visszajövök Magyarországra. És egyáltalán nem bántam meg, nagyon jó tapasztalat, és nagyon jó, hogy hasznosítani tud valamit az ember, amit a nemzetközi életben, tapasztalatokban, Edinburgh Egyetemen elértem, hiszen a Edinburgh Egyetem a világ első 20 egyeteme között van. Ott kaptam meg a nagy doktori fokozatomat, ami akadémiai doktori, nem Magyarországon, és ez természetesen szerettem volna magyarként visszatérni Magyarországra is hasznosítani, hozzátenni talán a magyar tudományhoz bizonyos tapasztalat. Ugye én azzal kezdtem most ennek a kérdésnek a felvezetőjét, vagy azt mondtam, hogy ti egy olyan vidéken vagytok, ahol nem túl gazdag emberek élnek. Hol is van ez? Ez Batonya, Dél-Békés régióban, Békés megyének a déli régióban. Na most ez, hogy miért alapítottuk mi a céget Batonyán, ennek az a felismerés a lényege, hogy felismertük, hogy a Dél-Békés régió mezőgazdasági szempontból egy nagyon gazdag terület, de az ott lakó emberek az egyik legszegényebbek. Ez egy ellenmondás. És azért szegény a terület, mert az ott megtermelt, kiváló minőségű, főleg búzát, kukoricát, nagyba termelt termékeket feldolgozás nélkül eladják, vagy kiviszik külföldre, ami még nyilvánvaló. Na most, ha az elképzelés az volt, hogyha az ott megtermelt mezőgazdasági értékeket ügyesen, hasznosan fel lehet dolgozni, akkor egy hatalmas hozzáadott értéket lehet teremteni. És a mi cégünk esetében ezt valósítottuk meg. Az ott megtermelt termékekből kivonatokat készítettünk, például lemmagból, kendermagból, és kivontuk a magokban, növényekben levő nagyon értékes hatóanyagokat is, élettani szempontból fontos hatóanyagokat, és nem csak például kenderlisztet csináltunk belőle. Ugyanis a mezőgazdasági feldolgozás során ezek a hatóanyagok
igazából nem hasznosulnak, hiszen például csak mondjak egyet, egy lisztkészítés folyamata során az érzékeny, biológiai érzékeny hatóanyagok, esetleg a magas hőmérséklet, a magas nyomás során elpusztulnak, lebomlanak. Tehát a cégnek a filozófiája az, hogy teremtsük meg egy nagyon nagy hozzáadott értékű terméket, termékcsaládot a délbékésben megtermelt növényekből, gyógynövényekből. Úgy tudom, hát nyilván utána néztem az interneten, hogy mivel foglalkoztok, meg mit csináltok, hogy járjátok az országot, és hogy ott azért ti bemutatjátok a termékeiteket. Gondolom, te is részt veszel ezeken az országjárásokon, hát szilveszter, vagy, nem, vagy, vagy nem annyira? Ott voltam. Na azért. Abszolút, tehát és én úgy gondolom, hogyha... Milyenek a tapasztalataid, milyen ennek a légköre, hogyan fogadnak titeket? Én abszolút pozitívan állok hozzá minden egyes rendezvényhez. Azt látom az embereken, hogy nagyon érdeklődőek, nagyon sok embernek vannak különböző problémái, és tulajdonképpen a rendezvények végén mindenki oda hozzánk, hogy húha, akkor most erre mit, arra mit, hogyan tudunk segíteni ennek, annak, amannak. Nagyon-nagyon pozitív, megmondom őszintén, a tapasztalás, a visszajelzés az emberektől, és én úgy látom, hogy aki egyszer megkóstolja, megtapasztalja ezeknek a hatásait, az csak pozitív dolgot mondott eddig. Tehát, hogy kitart abszolút a termékeitek mellett? Abszolút, megmondom őszintén, abszolút. Tehát... Egyébként ugye, professzor úr, miután tehát egy tudós ember vagy, tehát teljesen nyilvánvaló, hogy igen, hogy a te életedben a különböző kísérleteknek, kutatásoknak, elemzéseknek, igazolásoknak oltári nagy szerepe kell, hogy legyen. És feltételezem, hogy ezekkel az anyagokkal is, vagy amiket ti gyártotok, azoknak a különböző vizsgálatait is mondjuk egyetemeken, a Szegedi Egyetemen, vagy nem tudom hol, elvégeztetitek. Igen, természetesen. Ez az, amit elmondtál, pont ebben van a lényeg, hogy ez az, ami megfogott engem ebben a kutatásban. Én több mint 40 év óta nem csak tanítok egyetemeken, hanem különböző kutatásokban vettem részt, és a cégünk által szabadalmaztatott termékfejlesztésben az fogott meg, hogy a kutatási eredmény milyen magas hatásfokkal lehet bevezetni egészségvédő termékekként. Tehát van egy kutatási eredmény, nekem nagyon sok kutatási eredményem volt, több mint 20 szabadalmam a világon, de az igen. Óriási szerencsémnek tartom, hogy életemnek a szebbik felébe érve az egyik legnagyobb alkalmazott kutatási eredményt hasznosíthatom. Ez van most az életed szebbik fele? Csak hogy értsem. Természetesen. Jó. Az szebbik. Nem azt mondtam, hogy a legszebbik, majd még az, majd várjuk ja, meg. Hogy az majd jön, értem. Az majd jön, ezt így kell igen nézni. És mi ennek a lényege, hogy az igazi kutató, ugye általában, mint egyetemi professzor, ha mellette kutatásokat végez, mindenki azt szeretné látni, hogy a kutatásnak lenne valami értelme, hasznosuljon. Például Einstein, amikor kitalálta a relativitás elméletet, akkor a világon nagyon kevés ember tudta, hogy ez egyáltalán mire jó. Uh-huh. Eltelt 70-80 év, és a világ hasznosítja a relativitás elméletet, mert az eredmények alapján lehet például pontos GPS rendszert szervezni. Most nekem egy kicsit szerencsébb van, nem kell 60-70 évet várni erre a kísérleti eredményre, mert amit mi kifejlesztettünk, a termékeket fogyasztani lehet, és ennek, ugye, amit a Szilveszter is mondott, hogy az immunreakciói szabályozza elmúlt hasonló tapasztalatok alapján szerettem bele ebbe én is, hiszen nekem... Tehát akkor szeretitek is mind a ketten, amivel foglalkoztatok. Abszolút, nekem abszolút. 20 éves korom óta allergiás aszma problémáim voltak.
meg vannak. Akkor ezért lehetett a szilveszter az arca, mert ő is aszmás, vagy allergiás. Bocsánat, nem. Ez volt a sútka, tehát ezt tudjátok. Nem azért, mert allergiás vagyok, nem. Ez volt a humor, tehát bocsánat, de nem tudtam kihagyni, hogy itt ül az igazgató, a cég igazgatója, és a cég arca is akkor ugyanaz, mint a kettő. Én azért nem émültem meg, mert tudom, neki olyan nincsen. De ami nagyon fontos ebbe, hogy én csak a saját tapasztalatomról szeretek beszélni, nem másokét, amit leírnak, annak örülök. De valóban az van, hogy ez az allergiás aszma, amióta a cégünk termékeit én is rendszeresen fogyasztom, ez gyakorlatilag teljesen visszaszorult az életemből. Őszintén bevallom, hogy én, mivel fizikus, kémikus vagyok, nem vagyok orvos, pontosan nem értem, hogy miért következik ez be, de azt tudom, hogy az abba termékekben levő bizonyos molekulák, hatóanyagok jelentős allergia ellenes. Muszáj, hogy közben vágjak, mert hogy egy percünk van, és akkor még egy kérdést mindenképpen fel akarok nektek tenni, hogy tudnék biztos, hogy van valamilyen jövőképetek. És azt is gondolom, hogy ezt a jövőképet a Covid most nem segíti elő, mert hogy a feltételezem, hogy külföldi kapcsolatok, külföldi forgalmazás, igen, külföldi tervek, ez most nyilván nem megy könnyen. Nem, egyáltalán nem, hiszen az egész világon minden a gazdaságtól függ. És ha a világ gazdasága a Covid vírus miatt szenved, akkor majdnem minden vállalat szenvedettnek a következményeitől. Mi is visszaestünk, de nem olyan mértékben, mint nagyon sok magyar vagy nemzetközi vállalat, mert a visszaesés most már újra növekedésbe csapott át a márciusi-áprilisi visszaesés után. És ez azért van, mert egészségvédő termékeket fejlesztettünk ki. Ez volt Hajtó János végszava. Szilveszter, most jön a tiéd. Én úgy gondolom, hogyha valakit érdekel az egészsége, akkor mindenféleképpen foglalkozik táplálékkiegészítő termékekkel, esetleg ami termékcsaládunkat megismeri. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Tehát amikor az ember beteg, vagy nem akar beteg lenni, akkor meg akarja előzni a bajt, akkor mindenféleképpen sport, étkezés, táplálékkiegészítő. Én nagyon köszönöm, hogy Hajtó János és Csollány Szilveszter itt volt velünk. Azt gondolom, hogy a kérdésemre én is választ kaptam, és nézőink is választ kaptak, hogy tudnélik, érdemes-e odafigyelnünk az étrendkiegészítőkre, és érdemes-e foglalkozni velük. Én köszönöm, hogy itt voltatok, önöknek köszönöm, hogyha velünk tartottak. Viszontlátásra. Ízületi negyed, Fejfájás utca, Betegségfalva, Akut sugárút, Krónikus körút, Gyulladás híd, Túlsúlyos sugárút, Gyógyulás körút, Egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. A műsor támogatója a Herbaclass termékek gyártója, a Herbafarm Kft.